Üdvözlök mindenkit ebben az új videósorozatban, amely arra szolgál, hogy a soron következő Rust update-okat bemutassam, elmondjam, hogy mi történt benne, mire számíthatunk, mi változott, stb. Nos, elsőnek is a legfontosabb, nem is a legfontosabb, kezdjük az elején. Tehát, a Rust Workshopot integrálták a játékba, ez még a tesztelő verziójában elérhető a játéknak, még nincs benne a teljes játékban. De valószínűleg a következő hetekben be fog kerülni. Ennek a lényege az, hogy a különböző ilyen ruhákat, armorokat, fegyvereket, stb. Tehát minden, ami a játékban van, különböző skineket lehet rátenni. Saját tervezésű skineket. Te magad állíthatod be mondjuk, hogy milyen színű legyen egy ruha, azon milyen festmény legyen, akár egy arcfigura, amit itt a képen is látható. És ezt meg tudod tervezni. Be tudod rakni a workshopba, a workshopon keresztül az különböző emberek, Steam felhasználók fel tudják ezt szavazni, megszavazni, hogy igen, ez tetszik, ezt be lehetne rakni a játékba, ezt követően pedig a fejlesztők fogják elbírálni, hogy szerintük ez belevaló a játékba vagy nem. Ha igen, akkor bekerülhet és vásárolható lesz a Steam workshopon keresztül. Most, hogy a pénzügyi részében nem mennék bele, nem tudom, nem érek hozzá, nem hiszem, hogy ezzel lehet pénzt keresni, de javítsatok ki, hogyha tévedek, lehet. Lehet, hogy egyébként ezzel is lehet, ha bekerül esetleg. Mint ez még kezdeti stádiumban van, úgyhogy következő a Component System bővítése. Ugye a Component System, ami az XP rendszert fogja leváltani. Hála a jó égnek végre eltűnik az XP rendszer, saját vélemény. Különböző új elemeket fognak belerakni. Tehát folyamatosan bővül a leltára a különböző dolgoknak, amik benne vannak. Ugye a Component System maga arra épül, egyszerű példa. Ugye van az autótöret. Kell hozzá egy laptop, kell hozzá egy kamera, meg high quality metal, ha jól tudom, most jelenleg ennyi kell hozzá. Különböző dolgok kellnek hozzá, amit ládákból, hordókból, esetleg heliből, airdropból lehet megszerezni. Na, lényegében ugyanez lesz a component system, csak mindenre kibővítő. Tehát mondjuk egy pisztolynak a magát, a alkatrészét, akár rugó, cső, nem tudom, fém darabokat kell összeszedni, és akkor abban lehet összerakni a pisztolyt. Tehát nem úgy leszedni, mint eddig, hogy mondjuk mit tudom én, 75 metal fragment, meg 100 fa, csak most mondok valamit, hanem kell hozzá egy rugó, egy cső, egy tusrész, stb. És akkor ebből lehet összekraftolni. Ugyanúgy kraftolni kell majd, és kész, és minden így fog felépülni. Szerintem tök jó lesz, izgalmas. Visszarakták azt, hogyha beleesel a vízbe, akkor buborékok lesznek körülötted. Fejlesztették az esőt, most már nem ilyen egybefolyó, átláthatatlan dolog lesz, hanem egy kicsit tisztában fog kinézni, valamint annyira nem fogja ki... és jobban fogja kimenni a számítógépet is. A pályának a betöltési ideje elvileg csökkent, elvileg 6-szor, tehát 6-szor gyorsabb a pályának a betöltési ideje. Én ezt nem vettem észre őszintén, szóval nem tudom. Nekem ugyanolyan lassúcskának tűnik, egy kicsit jól lenne, gyorsítanák magán az egész betöltési rendszerem, mert hogy minden baromságot be kell tölteni egyesével, kicsit hosszú szerintem. Bekerültek a feljavított konténerek, ezekben most már be lehet menni, egyelőre még nincsen bennük semmi, de valószínűleg lesz még benne loot, tehát gondolom ládák, hordók, stb. Meg gondolom be is rendezik őket, ez is egy jó dolog. Kamera, most már kamerának van modellje a világban, ha ledobod a földre, akkor is, ha valakinek a kezében van, akkor is rendes kamerának néz ki, nem pedig egy szürke kockának, mint pedig eddig. Valamint a különböző dolgok, például a building plan, double barrel shotgun, az M4, a kulacs, a kiegészítők, tehát a muzzle break, silencer, holószer, stb. Ezeknek is van saját world modellik, ledobod a földre, látszódik kézbe véve, pedig kérdője pedig eddig is látszottak, szóval ezen nincs probléma. Javítottak még az úgymond muzzle flash-em, tehát amikor a fegyver lő, eddig egy azonos irányba terjedt a cső végén a tűz, így most már randomba össze-vissza különböző irányokba. Javítottak a játékén belül hangokon, ha például egy hatalmas nagy harc közepén vagytok, akár 10 ember is darál össze-vissza jobbra-balra, ugye egy kicsit megtévesztő, meg kicsit sok, meg kicsit hangos, ezen egy kicsit csökkentettek, most körülbelül ezeknek a hangoknak az egyharmadát fogjuk hallani, valószínűleg ezzel javítva
tájékozódást, az, hogy mi a fene történik körülöttünk. Ez is egy jó dolog. Hozzáadták a MP5-nek az új hangjait, nem volt még alkalom kipróbálni. Próbáltuk ki, ha nektek esetleg kezetekbe kerül, és sajnos még nem jutottam el arra a szintre, hát hál' Istennek egy XP rendszer. De próbáljátok ki. Valamint a Hazmat Suite folyamatosan dolgoznak rajta, ugye egy új ruházat lesz, ez a régi sárga cuccos eltűnik, és egy új újra gondolt, sokkal jobban kinéző Hazmat Suite fog bejönni. És végzettük pedig a Recycle, ugye ez az item, ami hogyha beleraksz egy dolgot, az szétszedi darabokra, tehát mondjuk beraksz egy töltényt, abból lesz adott esetben mondjuk két metal fragment, meg egy gunpowder. Nyilván nem az összes összetevőt lehet visszakapni, de egy részét, itt tudom, negyedét, felét, kb. Nem tudom, majd valahogy balanszolni fogják nyilván. Ez is egy jó dolog szerintem, és egyébként ez a közelgő komponent szisztemhez lesz legfőképpen hasznosítható, hiszen minden cuccot, amit nem kell, szét lehet szedni, és hasznosítható dologgá tenni. És nagyjából ennyi is lett volna, a végére is értünk. Ha tetszett nektek ez a fajta videó, akkor írjátok meg kommentbe, illetve lájkoljátok a videót. Aki eddig még esetleg nem iratkozott fel, az most megteheti. Már 300-an vagyunk a csatornán, hál' Istennek, nagyon szépen köszönöm a támogatást. Úgyhogy a következőben találkozunk. Sziasztok!